korszakban, amikor először följött a vegyi anyag elosztó ügye Soroksáron, akkor egy emberként lépett föl a kerület is, illetve országosan is azt gondolom, hogy egy emberként utasítottuk ezt el. Jó magam kezdeményeztem egy testületülést, egy rendkívüli testületülést, polgármester, illetve a testület összehívásra került, és ott mi elutasítottuk ennek a megvalósulását, tehát hogy ne legyen vegyi anyag elosztó Soroksáron. Később ugye hallottuk azt is, hogy miniszterelnök úr a parlamentben is kijelentette, hogy nem lesz Soroksáron ilyen beruházás. Na most eltelt 2 hónap, picivel több mint 2 hónap, és egy kormányrendeletben megjelent, hogy Soroksár és Gyál között hatalmas területen, de tényleg óriási területen, 500 és 800 hektárról beszélnek a számok meg a híradások. Egy logisztikai központ épül, és én most csak azokat a tényeket próbálom önöknek elmondani, amelyek ugye kiolvashatóak, és politikai felhang nélkül igyekszem ezt elmondani. Tehát egy 800 hektáros logisztikai központ épül, amely a Belgrád-Budapest vasútvonal végpontjánál fog nagyjából elhelyezkedni, amely vasútvonal ugye a tervek szerint Kína áruszállításának a Pireuszi kikötőn keresztül, ami kínai tulajdonban van, fogja megvalósítani az Európába történő áruszállítást. Én felteszek egy kérdést. Önök elképzelhetőnek tartják-e azt, hogy Magyarországon a számtalan akkumulátorgyár, illetve Európában a számtalan akkumulátorgyár, ami kínai tulajdonban van, az elképzelhető, hogy nem fog kapni ezen a vasúti vonalon, ami a legfontosabb gazdasági ütőre lesz a kínai-európai kereskedelemnek, alapanyagokat. Elképzelhető ez. A választ meghagyom önöknek, tehát ez a beruházás, amíg nem kapnak az emberek maximális garanciákat, amíg nem bizonyítható az, hogy itt nem lesz vegyanyagszállítás, tehát legyen leírva egy dokumentumban, legyen folyamatos kontroll, legyenek garanciák, addig ezt a beruházást egyszerűen nem szabad engedni, mert ha nincsenek meg a garanciák, nincsenek meg a kontroll, akkor környezetszennyezés lesz. Tehát ez a beruházás lakóingatlanok, lakóövezetek mellett létesülne, olyan területeken, ahol természeti értékek vannak. Nagyon meg kell gondolnunk egy ilyen beruházást. Főleg úgy, hogy semmi garancia nincs arra, hogy vegyi anyagok vagy kémiai anyagok átrakása, szállítása nem fog történni. A magunk részéről megelégeltük a mellébeszélést és a mismásolást. A soroksári MSZP aláírásgyűjtésbe kezd, az emberekhez fordul. Döntsék elő és mondják meg ők, hogy akarnak-e a házuk mellé méreglerakatot. A mai akciónkkal, amit elindítottunk, nem kioltani szeretnénk az önkormányzat és a többi ellenzéki párt már eddigi akcióit, hanem ráerősíteni, hiszen nem csak az utcán fogunk aláírásokat gyűjteni, hanem előre megbeszéltek mellett a lakásokba is elvisszük az aláíróíveinket. Bármit mond is a kormány a következő hetekben vagy hónapokban, kint leszünk az utcán, bekopogunk a soroksáriakhoz, és így fogunk biztosítani lehetőséget arra, hogy a véleményüket elmondhassák.